estét kívánok kedves nézőinknek! Az Oxigén Televízió híradóját látják december 12-én hétfőn. 9 egyszer is segített az Audi a rászorulókon. Erről is lesz szó hamarosan, és utána jártunk annak is, hogy érdemes-e karácsonyra élő állatot ajándékozni. Többek között ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Jönnek a részletek, kezdődik a híradó. Adni jó idén is meghirdette hagyományos jótékonysági akcióját az Audi Hungária. A munkatársak adományaiból több mint 500 csomagot állítottak össze. Győrben élő Ukrajnából menekült családoknak is jut a játékokból, ruhákból, tartós élelmiszerekből álló felajánlásokból. Elosztásukban a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat működik közre. Szebb lehet az ünnepük a Győri Család és Gyermekjóléti Központ ügyfeleinek is, akik közül néhány család már most átvehette a karácsonyi ajándékát az Audisoktól. Hegyekben állnak az ajándékok a Győri Család és Gyermekjóléti Központban. Játékokat, ruhaneműt, cipőket, könyveket és tartós élelmiszereket rejtenek a dobozok. Az Audi Hungária immár 9. éve szervezte meg jótékonysági akcióját. A munkatársaknak köszönhetően több mint 500 csomag gyűlt össze az Adni jó mottó jegyében. Azért fontos számunkra a 12.000 munkavállalónak, mert itt élünk Győrben a régióban, és felelősséget vállalunk a környezetünkért, és tisztában vagyunk azzal, hogy vannak olyan családok, olyan helyzetek, ahol jól jön a támogatás, a karácsonyi ajándék, és a munkatársainknak hatalmas szíve, lelke van, ezt látja, hallja, és megmozdulunk egy ilyen felkérésre. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ez az Audi Hungária közössége. A csillogó gyermekszemek jelentik a garanciát arra, hogy jó helyre kerültek az adományok. Ez a tűzoltóautó például biztosan nagy örömet okozott új gazdájának. Karácsony közeltével a szolidaritás kifejezetten fontos emberi érték. Támogatni tudjuk a segítségre szorulókat, és ebben munkatársaink az Audi Hungáriánál aktívan részt vettek most a karácsonyi adományozási akció keretében is. Különösen köszönöm az üzemi tanács tagjainak, akik hozzájárulásukkal aktívan, nagyon erősen segítették, hogy ez az eseményen sikeresen megvalósulhatott. Az Audi Hungária független szakszervezet mindig boldogan és örömmel csatlakozik olyan kezdeményezéshez, ahol érezzük azt, hogy a munkatársok által felajánlott ajándékok a megfelelő helyre kerülnek, és ezáltal szebbé, boldogabbá tudjuk tenni családok karácsonyát. Az önzetlen segítségre egyre inkább szükség van, hiszen a világban tapasztalható bizonytalanság komoly hatással van a családok életére is. Egyre több olyan szívszorító történet érkezik el hozzánk, és olyan családi megrendüléseket és családi megingásokat látunk, amit nehéz lenne magának csak az intézmények saját erőforrásból kezelni, ezért is mindig kiemelkedően fontos az adománygyűjtés, és ennek a kiosztása az év végén. Megható műsorral készülnek a karácsonyra a gondviselés házának gondozottjai. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat révén Győrben élő Ukrajnából menekült családokhoz is eljuthatnak a négykarikás adományok. Nagyon fontosak a tárgyi adományok, nagyon fontosak az ajándékok, az ajándékcsomagok, de az az együtt gondolkodás és az együtt eltöltött minőségi idő, amit mi az idén nagyon sok alkalommal megkaptunk az Auditól, azt gondolom, hogy ennél még sokkal-sokkal többet ér és sokkal fontosabb, és ezt nagyon köszönjük és nagyon hálásak vagyunk ezért. Nagyon jól illeszkedik ez a fajta gondolkodás a mi küldetésünkbe, a mi gondolatvilágunkba. Úgy gondolom, hogy ez az év ez egy nagyon-nagyon jó példája ennek a típusú együttlétnek és együttműködésnek. Az Audi Hungária a társadalmi felelősségvállalás jegyében számos jótékonysági kezdeményezést támogat a régióban. A közelmúltban második alkalommal nevezte ki októbert a Jó Cselekedetek hónapjának, melynek során a vállalat munkatársai önkéntes munkájukkal segítették a környezetükben élőket. A hidegfagyos téli időjárás miatt a Győr-Szol hétfőre virradó éjszaka megkezdte a megelőző síkosságmentesítés Győr közútjain. A szolgáltató azt írta, a lefagyások megelőzése érdekében a reggeli forgalom megindulása előtt szóróanyag került többek között a Petőfi, a Rába 2-s, a Kossuth, a Jedlik és a Pinyidi újhídra, valamint az iparúti felüljáróra. A szolgáltató munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárás alakulását Győrben, szükség szerint elvégzik a síkosságmentesítési beavatkozásokat, tették hozzá.
Egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie december 16-ától annak, akinek diákigazolványa október végén lejárt, és nem tanul tovább, vagy nem sikerült elhelyezkednie, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, figyelmeztetnek a NAV munkatársai. A havonta befizetett összeg idén 8400 forint, amit a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell befizetni. A tanulói-hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-ig érvényes a diákigazolványuk azoknak, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Akik viszont járulékot kell, hogy fizessenek, azok legegyszerűbben az ügyfélportálon tehetik meg, de átutalásra is van lehetőség. A járulék fizetése nem kell külön bejelentkezni a korábbi gyakorlattól eltérően, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján. A járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni, ezt legegyszerűbben az ügyfélportálon keresztül pár kattintás után online bankkártyás befizetéssel lehet megtenni, vagy átutalással. Átutaláskor nagyon fontos, hogy a közlemény rovatba az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. Lehetőség van a járulék átvállalására, hogy azt egy másik személy vagy esetleg egy szervezet fizesse meg, természetesen a volt diák hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával. A NAV automatikusan küldi a leveleket azoknak, akik járulékot kötelesek fizetni, valamint a hátralékokról is kapnak értesítést az érintettek. A NEAK adatszolgáltatását követően a NAV automatikusan az adózónak a lakcímére levelet küld, egy tájékoztató levelet arról, hogy a járulékfizetésnek mi a kezdete, illetve hogyan tudja azt teljesíteni. Egyébként, ha esetleg valaki hátralékba kerülne, akkor erről szintén a NAV értesítést küld számára. Az ügyfélportálon keresztül mindenki tudja ellenőrizni az adószámláján, hogy éppen túlfizetés vagy esetleg hátraléka van valamelyik adónemen, hogyha fizetési nehézséget okoz ennek az egészségügyi szolgáltatási járuléknak a megfizetése, akkor pedig igénybe lehet venni a fizetési könnyítéseket. A fizetési lehetőségekről és az igénybe vehető fizetési könnyítésekről további információkról a NAV honlapján lehet tájékozódni. Több vonat közlekedik Sopron és Győr között. A jelenleg érvényes menetrendhez képest 3 új személyvonatot is beiktattak. Sopron és Győr között az esti órákban minden nap közlekedik egy-egy plusz vonat, míg a Szombathely-Porpác-Celldömök vonalon munkanapokon reggelente indul új járat. Így bővülnek az eljutási, illetve ingázási lehetőségek az érintett települések között. A változás december 11-én lépett érvénybe. Karácsonyfát szerettek volna azok a kisgyerekek, akik advent vagy akár karácsony idejét kénytelenek kórházban tölteni, ezért egy feldíszített fenyőt állítottak számukra a Pécs kórház udvarára. Az ajándékot a Győr-Szent Iváni tűzoltóktól kapták, írja az Új Szó nálunk. Sok kisgyermeknek nem jut az örömből, hogy otthonukban karácsonyozzanak. Kérésüket a Lurko Alapítvány elnöke Zajovicsné Vizer Bernadett tolmácsolta a tűzoltók felé december 5-én este a Mikulás látogatásakor. Az Egyesület még aznap este kiírt a közösségi oldalára a felhívást, és másnap délután már egy család udvarán zúgott a fűrész, és útjára indult a csaknem 10 méteres fenyő, amely már a kórház udvarát ékesíti. December 10-én elindult a fenyőfa árusítása Győr-Szól piac terein. A kereskedők nagyrészt Zala, Veszprém és Győr-Moson Sopron megyéből érkeztek. A Tarcsai utcai parkolóban a belvárosi piac régi helyén 12 árus kínálja fenyőit. A szolgáltató felhívja az autósok figyelmét, hogy december 10-től a fenyőárusítás miatt az itt található parkolóban kevesebb beálló helyet vehetnek igénybe, a parkolási lehetőség korlátozott. A vásárcsarnoknál 7 fenyőkereskedő kínálatából válogathatnak a vevők, a vásárlók a virágpiacon is találnak fenyőárust, közölte a Győr-Szól. A regionális egyetemi hálózat európai egyetem részeként interkulturális kommunikációs és készségfejlesztő rövid képzési program kidolgozásában és lebonyolításában vett részt a Győri Széchenyi István Egyetem. A portugál, ír, osztrák és finn partnerekkel közösen szervezett program jelenléti részét Portugáliában rendezték, jövőre pedig a Győri Egyetem lesz a házigazda. A Győri Intézmény honlapján azt közölték, a program célja a jövő felsőoktatásának innovációja és alakítása a fizikai és vizuális cserék előmozdítása, valamint a partnerek közötti intenzív együttműködés fejlesztése.
Élő állatot csak felelősség teljesen és megfontoltan válaszunk ajándékba a fa alá. Ezek a kis családtagok ugyanis gyakran egy meggondolatlan vásárlás után nem sokkal az utcán kötnek ki. A szakemberek óva intenek az ünnepekre ajándékozott kedvencektől, ugyanis a meglepetés nem mindenkinek pozitív. Sokan nincsenek tisztában a tartási körülményekkel, és nem ismerik, hogy milyen feltételek és alapvető dolgok kellenek egy-egy állat tartásához. Az ünnepekre kapott élő ajándékok pedig az ünnepek lecsengése után gyakran teherré válnak. A kellemetlen helyzet azonban megfontolt döntéssel elkerülhető. Ha csak az ajándék öröme miatt szeretnénk állatot, vagy mert nincs jobb ötletünk, akkor ezt ne csináljuk, mert valóban nagyon aranyos a kiskutya a fa alatt, de a kiskutya az kakilni fog, pisilni fog, rombolni fog, ami kevésbé aranyos, úgyhogy nyilván ezzel a részével is tisztában kell lenni, meg a felelősséggel nőni fog, foglalkozni kell vele, hogyha elmegyünk nyaralni, meg kell oldani, hogy ki vigyáz rá, vagy őt is vinni kell, az a legjobb. Úgyhogy nagyon sok olyan része van a kutyatartásnak, ami túlmutat azon, hogy örülünk, hogy megérkezett, úgyhogy így ennek fényében gyarapodjon a család karácsonykor, és ugyanez vonatkozik nyuszira, cicára, akár hörcsögre, stb. Bármilyen állatra. A kitűnőnek tűnő ajándék a legrosszabbul is elsülhet, abban az esetben, ha az ajándékozottat váratlanul éri a cukinak hit meglepetés. Ha az illető nem készült fel arra, hogy az egész élete megváltozzon az új jövevénytől, annak súlyos következménye is lehetnek az állat számára. Ezt így előre tisztázzuk és ne vigyük haza, mert akkor tényleg ebből csak egy óriási káosz lesz. Nyilván, hogyha már ott van, oda csöppent az életünkbe, akkor próbáljuk meg egy jó nagy levegővel átgondolni, hogy akkor hogyan változtassunk az életünkön. Semmiképpen ne tegyük viszont őt ki, tehát akkor, ha normális helyről van az az állatka, tenyésztőtől van, akkor a tenyésztővel lehet beszélni, hogy hopp, ez egy nem átgondolt ötlet volt. De ide ne jussunk el, az a legfontosabb. Tehát ez ellen kampányol mindenki, minden állatvédő szervezet, meg minden épeszű ember, hogy így meglepetés és ilyen kényszer szituáció ne legyen. Ha mindenképp élő állatot vásárolunk, kizárólag biztos helyről tegyük. A kutyák és a cicák gyakran szaporítóktól vannak, akik nem veszik vissza az állatot. Emellett számos egészségügyi problémái lehetnek később a kis kedvencnek, ami rengeteg költségbe kerülhet. Gyermekeknek pedig élő állat helyett inkább egy plüss figurát érdemes ajándékozni, legtöbb esetben ugyanis később a szülőkre hárul a megunt állatka gondozása. Győr-Moson-Sopron megyében az elmúlt héten 68 eseményhez vonultak a hivatásos tűzoltóegységek, közölte a katasztrófavédelem. A lánglovagokat a legtöbb esetben balesetekhez riasztották, de kigyulladt épület és égő jármű is munkát adott nekik. A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen 5 ember sérült meg. Születésnapján köszöntötték a győri tűzoltó ezredest, dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy főigazgató, Csepi László tűzoltó ezredes részére 60. születésnapján adott át ajándékot, számolt be az eseményről a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Csepi László tűzoltó ezredes, a győri katasztrófavédelmi kirendeltség polgári védelmi felügyelője már 35 éve áll a haza és a lakosság szolgálatában. 1987 óta foglalkozik polgári, védelmi feladatokkal. Pályafutása alatt számtalan gyermek és ifjú katasztrófa védelmi felkészítésben részt vett, pedagógusoknak tartott akkreditált képzéseket, és a nyugdíjas egyetemen is tartott előadást a mindennapok veszélyeiről a legidősebbeknek. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, csak keleten, északkeleten takarhatják gyakrabban felhők a napot, csapadék nem valószínű. A déliesre forduló szél északnyugaton élénk lehet, hajnalban a Dunántúlon és északkeleten köd képződhet, -3 és -7 fok közötti minimumokra, és mindössze -3 és +1 fok közötti maximumokra készülhetünk. Szerdán dél-délnyugat felől újra melegebb légtömegek áramlanak fölénk, ezzel együtt befelhősödik az ég és az északi tájakon elszórtan lehet havazás, néhol ónos eső, délebre elszórtan havas eső. A déli délkeleti szelet több helyen élénk, erős lökések kísérhetik. Ismét fagyos lesz a hajnal, kora délután pedig mindössze -3 és +2 fok közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön is sok lesz felettünk a felhő, többnyire borongós idő várható. A csapadék teljes tárháza felvonulhat ezen a napon az esőtől kezdve az ónos esőn át a havazásig. Az élénk szélben 0 +2 fokra készülhetünk.
Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, ez volt az Oxigén Televízió híradója december 12-én hétfőn. További híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu weboldalon és az Oxigén Média Facebook oldalán. Híradóval legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Thank you.